Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen das Ungarn-Deutsche Magazin. Bleiben Sie mit uns. In Bol fand wieder der Emmausgang statt. Das Familienprogramm am Ostermontag wurde 2011 auch auf die Liste des geistig-kulturellen Erbes aufgenommen. Nicht nur die Kultur und Traditionen, sondern auch die Sprache muss bewahrt werden. Mit Unterstützungen wird die Jugend motiviert, in der Siedlung zu bleiben. Deutsche Volks- und Kinderlieder. Gesangwettbewerb der Pranauer Nationalitätenkunstschulen. Ein Patschka-Strickkurs wurde vom Verein der deutschen Minderheit Kokrsch organisiert. Das Ziel ist, diese schöne schwäbische Tradition zu erlernen und zu bewahren. Am Ostermontag nach der Heiligen Messe auf dem Kalvarienhügel am Vormittag erfüllen sich die Presshäuser des Boler Kellerdorfes. Der Emmausgang ist ein über 100 Jahre alter Brauch der deutschen Minderheit mit biblischen Wurzeln, der in der Stadt bis zum heutigen Tage aktiv lebt. Das Familienprogramm am Ostermontag wurde 2011 auch auf die Liste des geistig-kulturellen Erbes aufgenommen. Amikor a feltámadt Jézus megjelenik az Emmaus felé tartó tanítványainak, ők először nem ismerik fel. Beszélgetnek vele, majd Emmausba érve vacsorára hívják. Akkor felnyílik a szemük, és rádöbbennek, hogy Jézus tulajdonképpen végig velük volt. Ezt az utat és ezt a vendéglátást vették alapul a bói pince tulajdonosok is, a húsvét hétfői hagyományos Emmaus járással. Itt Bolyban, amikor a Kálvária domb megépült, a Kálvária dombon a kápolna, akkor az emberek mindig a húsvét hétfőn a szentmisét a Kálvária dombon tartották, és a férfiak mindig kimentek a környező pince faluba, pincékbe, megkóstolták egymás borát, beszélgettek, és eltöltötték a délutánt. És hát ezt az asszonyok megelégedelték, és elmentek a férfiak utána pincesorra, és így utána az egész család együtt volt, és együtt töltötték a délután barátokkal, családokkal, szomszédokkal. És ugyan igazából ezt a hagyományt próbáljuk ugyanígy folytatni. A mise is megvan, hát időjárás függő, hogyha jó idő van, akkor ugyanúgy a Kálvária dombon van, ha nem olyan a jó az idő, akkor a templomba, és az emberek a mise után ugyanígy kijönnek a pincefaluba, és kinyitják a pincéjüket, és egy vidám húsvét hétfő délután töltenek el a pincesoron. A Birkapelle zenekar érkezik éppen az egyik pincéhez. A hagyományos bói Emmaus járáshoz a zene is hozzátartozik. Mi 2011-ben alakultunk a Borjádi Német Nemzetiségi Tánccsoportnak a zenekaraként. Azóta mi ugye zenélünk így négyen, volt némi tagváltozás, de számottevően nem, de ezt azóta így műveljük és csináljuk. Több pincesorban van 5 pincesor Bolyon, ebből mi az egyik fő pincesort elvállaltuk, és akkor így ugye hagyomány szerint ugye végig zenélünk a pincesorokon. Az 1700-as években betelepült svábság, húsvét hétfői szokása mára az egész város rendezvényévé vált Bolyban. Részt vesznek benne a II. Világháború után betelepített felvidéki magyarok és a rendszerváltás után pince tulajdonossá váló, bói gyökerekkel nem rendelkező Németországból érkezett családok is. Egyrészt azért fontos, mert 2 év szünet után végre ismét hivatalosan is lehet Emmaus, mert azt azért nyugodtan el lehet most már így mondani a vírus után, hogy bár hivatalosan nem lehetett rendezvényeket tartani az elmúlt 2 év tavaszán, azért azt mindenki tudja, hogy a bóiak azok Emmaus nélkül nem léteznek, és természetesen azért mindenki kijött. Nagyon nagy öröm, hogy végre ismét rendezvényeket, fellépőket lehetett szervezni, és most már tényleg teljesen szabadon és jogtisztán is meg lehet tartani az Emmaust. Vannak visszatérő csapataink, ők mindig nagy örömmel jönnek, ugye itt mindig van egy kihívás, hogy a színpadi produkciók mellett menettáncot, illetve menetzenét is kell biztosítani, hogy folyamatosan pincéről pincére járva azért
a mulatság mindenkinek megjusson, vagy kijusson, de én úgy gondolom, hogy örömmel jönnek ide a zenészek, a fellépők, talán leginkább azért, mert ami nehézséget ez a menetelés, ez egyben egy különlegesség is, és mégiscsak egy más produkció, mint amit úgymond hétről hétre bemutatnak. Az Emmaus járásnak több mint másfél évszázados hagyománya van. A húsvét hétfői családi program 2011-ben a szellemi kulturális örökségek listájára is felkerült. Die kleine Braunauer Siedlung Ofala ist stolz darauf, dass hier nicht nur die Kultur und die Bräuche, sondern auch die lebendige deutsche Sprache gepflegt wird. Die Jugend wird unterstützt. Durch Werbung hilft man dabei, dass solche traditionelle alte Berufe wie Holzdrechselei, Holzmöbelherstellung und Stuhlflechterei weiterleben. Die Dorfveranstaltungen stärken den Zusammenhalt der Gemeinschaft. Die Einwohner von Ofala, dieser kleinen Braunauer Siedlung, sprechen noch heute die deutsche Sprache, die auch in Zukunft als lebendige Sprache bewahrt werden soll. Im ungarndeutschen zweisprachigen Kindergarten und in der Minikrippe bereiten sich die Kinder auf die Ostern vor. In dem Wald steht ein Haus, schau, Mamas, du fährst heraus. Komm, du möchtest bitte rosarot. Ist das rosarot? Ja. Bitte schön. Möchte bitte rosarot. Auch rosarot. Bitte schön. Möchte bitte blau. Welches ist blau? Sehr schön. Osterhäschen, Osterhas. Leg mir doch ein schönes Ei. Eine eigene Methode mit diesen Kindern, die aus Ofala kommen und noch durch die Großeltern oder Eltern die Sprache mehr kennen. Mit denen spreche ich Dialekt. Ich bin ja aus Ofala, also ich kann so reden wie die Ofalaer. Und die anderen Kinder, die aus anderen Gemeinden kommen, dann spreche ich Hochdeutsch, da ja in der zweisprachigen Schule in Mecsaknádas Deutsch, also die hochdeutsche Sprache, unterrichtet wird. Und so wollen wir halt hier in Ofala, es ist bekannt, bei vielen Häusern haben wir, wo von deutschen Gebieten Leute gekauft haben. Die sind hauptsächlich nur teilweise im Sommer da, aber wir haben auch 5 oder 6 Familien, die ein ganzes Jahr hier wohnen, und die haben auch Ofala wegen der Sprache gewählt. Und deswegen meine ich, dass wir die Sprache als ein einmaliges etwas noch lebendig halten müssen. Die örtliche Selbstverwaltung und die deutsche Selbstverwaltung tun alles, um die Jugend im Dorf zu halten oder eben zurückzulocken. So unterstützen wir auch die Jugend, dass sie bleibt. Wir haben eine Unterstützungsquote durch die Selbstverwaltung von Ofala, und es funktioniert gut. In so einem kleinen Dorf, wenn jährlich 1-2 Häuser gebaut werden oder Familien sich ansiedeln, das ist eine Überlebenschance, weil das prozentual bedeutet, dass wir jetzt auch wieder mehr Kinder haben. Und so haben wir auch unsere Mini-Grippe vor 2 Jahren gegründet, damit die Eltern ebenso dieses Komfort fühlen wie in der Großgemeinde oder in der Stadt, dass sie halt arbeiten gehen können. Eigentlich so ganz sicher kann ich es nicht sagen. Was jemand, der wo kommt, erzählt, da staune ich manchmal, welche Dinge den Leuten wichtig sind. Das ist zum Beispiel die Sicherheit, eben die gute Luft, die Lage, die Ruhe, aber auch das lebendige Dorf. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass von uns arbeiten auch sehr viele junge Leute und auch Senioren in Österreich, Deutschland, in der Schweiz, überall, dass jetzt auch 2 Geschwister nach Hause gekommen sind und die ursprüngliche traditionelle Arbeit, also das Drechseln oder das, die Holztischlerarbeit weitergeführt wird. Durch Werbung wird das Weiterleben der berühmten alten Berufe unterstützt. Die Stühle, weil die sind ja sehr bequem. Wir selbst haben die kleinen Stühle
vor 35 Jahren im Kindergarten und benutze sie noch immer. Und manchmal muss man sie nur neu flechten lassen, aber sonst sind sie so stabil. Im Leben einer lebendigen, guten Gemeinschaft spielen auch Veranstaltungen eine wichtige Rolle. Bei uns die kleineren Veranstaltungen und die großen sind jetzt lange weggefallen. Aber das erste, wo wir jetzt planen, das ist am 13. Juni haben wir den Heiligen Antonius, der ist der Schutzpatron unserer Kirche. Und da haben wir immer 3 Tage Veranstaltung, weil wir, wenn wir schon mal die Kosten für Zelt und für alle Vorbereitungsabend haben, dann wollen wir für jede Interessen etwas bieten. Da haben wir schon, es ist schon Tradition seit einigen Jahren, einen Rockabend, Freitag, Samstag, einen traditionellen Nachmittag mit Musik und mit Tanz und mit Chor. Und am Sonntag, Vormittag backen wir dann unsere eigenen Kipfel, Salzkipfel, zusammen mit den Leuten, die wollen mithelfen. Und Nachmittag genießen wir dann den Ausklang mit einer Blasmusik. Und dann sind natürlich die Kipfel auf den Tisch. Ufala besuchen viele Schüler- und Erwachsenengruppen, um die Siedlung, die ihre Traditionen treu bewahrt, trotzdem voll vom Leben ist, kennenzulernen. Bronze, Silber, Gold und Sondergold. Diese Qualifizierungen konnten die Kinder erreichen, die am ungarn-deutschen Volksliedwettbewerb teilnahmen. Die Schüler sind aus Nationalitätenstuhlen der Branau gekommen, insgesamt 40 Personen. Alle bereiteten sich mit einem Strauß von Volksliedern vor. Die Produktionen wurden von einer Fachjury bewertet. Táncbemutatóval indult az idei német nemzetiségi népdaléneklési verseny. A megmérettetést a Pécsi Apácai Nevelési Központ szervezte. 2012-ben volt az első versenyünk. A 10. évfordulón, de a 8. versenyünk. Német népdalokkal jönnek, egy német népdalcsoporral jönnek a gyerekek, 5 perc lehet a népdalcsopor idejének a terjedelme. Első osztálytól 8. írjuk ki a versenyt, német nemzetiségi iskolák számára, 3 kategóriában. Elsőtől 3. osztályig a első kategória, 4., 5., 6. osztályosok, és vannak a nagyok, a 7., 8. osztályosok. A versenyzők Baranya számos pontjáról érkeztek a megyeszékhelyre. Baranya megye német nemzetiségi iskoláiból. Véméndről, Láncsókról, az ANK 1-es iskolájából, a szervezőktől, a Kopp Valéria iskolacentrumból, Mohácsról, most 40-en vagyunk. Ez egy érdekes szám. A 10 évvel ezelőtti versenyünkön volt ennyi gyermek, aztán amikor jó éveink voltak, akkor 100-120 gyereket is vendégül láthattunk, most a Covid miatt kicsit visszaesett az érdeklődés, újra kell építkezni. A gyerekek szabadon választhatták ki, melyik népdalt szeretnék elénekelni. A lényeg az, hogy hagyományos német népdalok legyenek, nem szeretnénk ma élő populáris zeneszerzők számait ide behozni, hagyományos német népdalok, hogy mely nyelvterületről az nyitott. És gyermekdalok a kicsiknek. Minősítéseket ad a zsűri, bronz, ezüst, arany és kiemelt arany minősítéseket kapnak a gyerekek. Tehát mindenki kap minősítést és ajándékot. Schmidt Zoltán a korábbi versenyeken zsűri tagként volt jelen, tapasztalatairól kérdeztük. Megyei verseny, az egész megyéből jöttek mindig gyerekek, és ez óriási örömmel töltött el, főleg a szervezőket, de természetesen minket is, mint a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetségét. És hát csodálatos, hogy ezek a gyerekek, a pedagógusok mekkora lelkesedéssel készülnek föl, és várják. A legcsodálatosabb az, hogy várják ezt a versenyt, már hónapokkal előtt, hogy lesz, és hát sajnos a pandémia miatt nem volt, de nagy örömmel várjuk a mait. A népdalok mellett a hagyományos viselet is fontos szempont, de természetesen egy énekversenyen egészen más áll a középpontban. Ez egy énekverseny, a népviselet az természetesen fontos, de nem ez volt az első és legfontosabb. Mindenképpen az énektudás, az ének tudásának a színvonala, én nem vagyok énekszakos, és nem is vagyok zenész voltam ugyan, de hát itt ugye intonációtól kezdve a népdaloknak tehát hogy mitől népdal a népdal, hogy autentikus-e az a népdal. Én személyesen, a nyelvészként, én inkább a nyelvi, tehát hogy jól ejtik-e ki azokat a szavakat, jól ejtik-e ki azt az énekben is a németet a versenyző, mert
Sajnos előfordul az is, hogy nem jól ejti ki. Tehát lehet, hogy szépen énekel, de nem jól ejti. Úgyhogy ez is szempont volt, mert akkor teljes és kerek egy népdal, hogyha az nyelvileg és hangilag is szép és kerek. Az esemény célja emellett a hagyományok ápolása. Tanulnak mindenféléket a gyermekek az iskolákban, de én azt gondolom, hogy ez egy plusz, aki ide jön erre a versenyre, ez plusz hónapokon át készül fel erre, megismeri ezeket a dalokat, és én azt hiszem, és úgy gondolom, és úgy érzem, hogy ez nem kényszer nekik, aki erre jelentkezik, manapság már nem a kényszerekből élünk, remélem, hanem ezek olyan gyerekek, akik örömmel akár még otthon, akár az otthoni kultúrcsoportokban is tevékenykednek, és onnan pluszként hozzák azt, hogy tudnak énekelni, és akkor már elindulnak ezen a versenyen. Tehát ez nem egy ilyen rákényszerített valami, hanem nálunk németeknél, német nemzetiségnél ez, de szerintem a horvátoknál is mindenképpen az, hogy otthon kicsi óvodáskora óta megvan a kis fábruhája, a kis tánccsoportban, a kis ének, nem tudom, karban, ha ezt így nevezhetjük, ott van. Mire ide felsős korába, akár alsós korába felkerül a megyei versenyre, addigra ezt már hozza magával, és ebben ez a jó és ez a szép, hogy erre ez a verseny már csak ráerősít. Ab Mitte März trafen sich Interessenten 5 Wochen lang, um von Volkskunstgewerblerin Anniko Wilhelm das Stricken der schwäbischen Patschka zu erlernen. Am von dem Verein der deutschen Minderheit Kokrisch angekündigten 30 Stunden langen Handarbeiterkreis nahmen sowohl Ältere als auch Jüngere teil. Die Veranstaltung wurde in Organisierung des Volkskunstvereins vom Komitat Tolnau mit Unterstützung des Sanor-Chori-Fonds verwirklicht. Öt hétvégén gyűltek össze idősebb és fiatalabb asszonyok a kakasdi német kisebbségi házban, hogy megtanulják a sváb pacskerkötés fortéjait. Mi tavaly elkezdtük már a kézműves foglalkozásokat, ahol kötöttünk, horgoltunk, hímeztünk, megtanuljuk a netzcsipkének a készítését egy idős Bonyhádi nénitől, és az Anikóval is egy véletlen hozott engem össze a szexádi kiállításon, és azóta hát így beszélgettünk vele, itt volt nálunk a Német Nemzetiségi Napon is kiállítóként, és hát akkor ő tart több helyen ilyen foglalkozásokat, és akkor szóba jött, hogy hát nálunk is tarthatna egy ilyen foglalkozást, és hát erre most adódott így lehetőség. És teljesen vegyes a korosztály, mert idősebbek is vannak, meg fiatalok is, hát viszonylag fiatalok. Szexárdról jönnek, és itt kakasdiak vannak túlnyomó részt. Mégis az előző foglalkozásokon mi azért már így rá dolgoztunk egy kicsit, hogy ne az alapoktól kezdjük. Úgyhogy a pacskernek a kötését már tudjuk, hogy hogyan kell, de ezt a diszített pacskert, ezt most tanuljuk meg. Ezt mutatja most az Anikó nekünk, hogy a színeket hogy visszük bele, a fogyasztást, mindegyiket. Az őseink régen, hogy nagyon sokat kézimunkáztak, hogy ez a kézimunkázás, ez most nagyon háttérbe szorult már, de ahhoz, hogy átadjuk a fiataloknak, ehhez nekünk is meg kell tanulni, tudni, hogy végülis ez a középkorosztály is tudja ezeket, és akkor majd talán a fiatalokat is be tudjuk vonni. Mert végülis az iskolások is ugye elég érdeklődőek, csak hát nem jönnek ide, oda kell menni az iskolába. Az egy nehéz dolog, hogy azt a korosztályt bevonni. De előbb-utóbb szerintem ők is azért érdeklődők lesznek, és azért, ha egy-két ember megtanulja, az már nekünk jó. Mi annak örülünk, hogyha egy-két ember tovább viszi. A rendezvény visszahozza kicsit a régi fonók hangulatát, alkalmat ad találkozásokra, beszélgetésre.
2005-ben kezdtem ezzel el foglalkozni, és 2017-ben szereztem meg a népiparművész címemet, ez 35 termék zsűrisztetéséből állott. Mióta megszereztem a népiparművész címet, a Tolna megyei népművészet egyesületnek is a tagja vagyok, ezért tudunk pályázni, van két pályázati lehetőségünk, a Csóri pályázat és a Hagyományok háza pályázat, és ezt az egyesület elnöke meg a csapat felossza a népiparművészeknek, hogy 30-30 órás vagy 60 órás oktatásban tudjuk a kedves érdeklődőket megtanítani. Ez nekik ingyen és bérmentve van, mi biztosítunk mindent. Ez onnan jött, hogy felkértek egyszer, hogy szeretnék megtanulni a pacsker kötését. Kikötésem ugye az, hogy tudjanak kötni, mert aki nem tud kötni, azzal indulni nagyon nehéz. Elég aprólékos munkából áll a pacskernek a kötése, de aki tud kötni sima fordítottat, az már könnyen megy. A pacskert az 5 tűvel készítjük, 3 tűvel indítunk először, ugye a sarok részét kiképezzük, a helyesebben a boka és a sarok magasságát, utána a talprészt képezzük ki, és úgy hozzuk fel a láb részét. Én egy gyönki sváb családból származom, a férjem családja volt a sváb, és anyósomtól megtanultam ezt, és ezt mindenhol kihangsúlyozom, mert őtől letanultam meg, hogy az ívelt elejű tutyikat, pacskereket csináljuk. A színes mintákat már 5 tűvel készítik. Ehhez sablonokat kaptak a résztvevők. Pacskerekről még azt is kell tudni, hogy ugye ez régen meg is volt talpalva, zsákvászonnal vagy lentvászonnal talpalták meg, és mikor többet megkötöttek, akkor a szurkot felolvasztották, és a saruk részét és a talp részét bemártották a szurokba, így tartósabb volt. A mintákról viszont még azt kell tudni, hogy a minta maga megmutatja a település mintáját is, hogy milyen gazdag a település mintája, és megmutatja a felekezeti hovatartozásukat is. Aminek a sarkában nincs minta, csak elől van minta, az református és evangélikus minta, aminek a sarkában és az oldalán is minta van, az biztos, hogy katolikus minta. Én Szekszárdra jöttem, volt osztálytársam, ugye Mónika szervezte, és ő hívott engem, és hát volt szabadidőm, érdekelt is, mert régen nagyon sokat kötöttem, rengeteg pulóvert, és éreztem, hogy valami. Ez hiányzik egy kicsit, és valami kis pótlás visszatér az életembe. A sima részét szerintem egyáltalán nem nehéz, de a minták azért már attól akad nehézség, de le kell gyűrni. Az egyesület folytatni szeretné a kézműves szakkörök szervezését, úgy tervezik, hogy a jövőben havi rendszerességgel fognak kézműves foglalkozásokat tartani. Vielen Dank für Ihre liebe Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.